32 előadó lépett fel a harmadik országos bárzenész találkozó tehetségkutató versenyén, az EGRI bevásárlóközpont udvarán. A verseny tavaly rendezték meg először, a fő célja nem csak a tehetségek megtalálása, hanem a bárzene népszerűsítése és átörökítése is. A versenyre több zenei műfajjal lehetett jelentkezni. A magyar nóta és a rock kivételével, tehát ebben benne van ugye a jazz mint fő irányvonal, a jazz, a szalonzene, a musical, az operett, ezen műfajokból jelentkeztek. A zsűri egyik tagja, Ráczkati jazzénekes szerint nem elég az, ha valaki tehetséges, ahhoz, hogy egy zenész hosszabb ideig a pályán tudjon maradni, zenei alázatra van szükség. Nagyon fontos, hogy mindig megmaradjunk szerények, és nem csak a szakmában, hanem elsődlegesen a közönséggel szemben. Mert a közönség érzi, hogy mi azért vagyunk, hogy ők jól érezzék magukat, és hogy jó értelemben kiszolgáljuk őket. A verseny egyik résztvevője a 2011-ben alakult budapesti Pace Palmers együttes tagjai már hivatásszerűen szeretnének foglalkozni a zenével. Amióta erre a pályára léptem, azóta nekem nyílt kapuk vannak, úgyhogy igazából én ezt egy jelzésnek veszem a sorstól, és remélhetőleg, ahogy a Bence is mondta, hogy megérik bennem minden, ami szükséges ahhoz, hogy valaha egyszer nagyon-nagyon jó zenész lehessek. A verseny díjazottjai a gálán is előadják produkciójukat.